Mártír megemlékezés Karcagon, kézművesek árulták alkotásaikat, nyugodt pihenést kínál a kunhegyesi strand, nyáron is életet ment a véradás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 12-én 18 óra 5 perckor. A karcagi izraelita hitközösség vezetősége nevében a zsidó temetőben tartott mártír megemlékezésen Csillag Barnabás elnök köszöntötte a társegyházak képviselőit, a megjelent holokauszt túlélőket és az emlékezőket. A karcagi izraelita hitközség vezetősége nevében vasárnap a temetőben tartott mártír megemlékezésen Csillag Barnabás elnök köszöntötte a társegyházak képviselőit, a megjelent holokauszt túlélőket és az emlékezőket. Tisztelt megemlékezők! Mártíreink előtt tisztelegve tartjuk ma itt a temetőben ezt a gyászszertartást. Emlékezzünk, emlékeztessünk és figyelmeztessünk. Emlékezzünk, hiszen rövid időn belül már nem lesz, aki túlélő tanuként mondja el mindezt, ami történt. Emlékeztessünk, mert vannak, akik elfelejtették a Soá borzalmait, és sajnos vannak, akik nem is tudják, mi történt az emberiség legsötétebb korszakában, 1933 és 1945 között Európában. És figyelmeztessünk arra, hogy ma, a 21. században, 77 évvel a holokauszt után, az antiszemitizmus sajnos továbbra is terjed és létezik. 77 éve, 1944. június 18-án Karcagot is elérte a sötétség és a pusztítás. Karcagi gettó lakosságát átvitték a szolnoki cukorgyárba, és nem sokkal később bevagonírozták. Emlékezni gyűltünk ma itt össze, emlékezni és emlékeztetni a feledhetetlenekre. A holokauszt során 778 karcagi zsidóból 446 karcagi testvérünket gyilkoltak meg. Mondta az elnök, majd felkérte Szepesi Tibort, Karcag polgármesterét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Vannak dolgok, emlékek, melyeket az ember szeretne elfelejteni, kitörölni emlékezetéből, úgy tenni, mintha meg sem történt volna. Visszafordítani az idő kerekét, és amikor elért arra a pontra, amely még ideálisnak tűnik, akkor más irányba tekerni a történelem alakulását. Igen, vannak ilyen történések, de az idő könyörtelen, nem hajlandó, csak előre menni. És bármennyire is szeretnénk elfeledni, megmásítani a megmásíthatatlant, azt nem tudjuk. Itt állunk most a temetőben, egyedül az emlékekkel, emlékeinkkel. Látjuk a fejfákon a neveket, melyek láttán képek sorakoznak gondolatainkban. De emlékeinkben megjelennek azok a nevek és arcok is, amelyek mögött az egyszer élők valahol Auschwitzban, Birkenauban, a munkaszolgálatban, vagy másutt haltak mártír halált. Ezrek és ezrek fel nem fogható irtózatos tragédiája vonul végig gondolatainkban és emlékeinkben. A megszámozott, felcímkézett vagonokba, gettókba, munkatáborokba erőltetett menetekre kényszerítettek ezrei. Ezrek és ezrek. És köztük az a 446 karcagi zsidó polgártársunk, akiket elhurcoltak és meggyilkoltak. Ők azok a karcagi honfitársaink, dédapák, dédanyák, nagymamák, nagyapák, fiúk, lányok, egész családok, akik ma nem lehetnek velünk, csak emlékeinkben. Jean Améry filozófus, Auschwitz túlélője így fogalmaz. Ami megtörtént, az megtörtént. Ám a puszta tényt, hogy megtörtént, képtelenség elfogadni. És azért nem lehet elfogadni, mert két igen makacs kérdést hagyott maga után. Miért és hogyan? Miért fordulhatott elő
és hogyan történhetett meg. Ezek a kérdések a levegőben lebegnek, mert bármilyen választ is keresünk rájuk, az alapkérdés folyton ott marad újra és újra, mivel a holokauszt az értelmet annak határain túlra feszíti. Minél többet tudunk meg róla, annál rettenetesebb. Ahogyan elnök úr is fogalmazott, emlékezni gyűltünk ma össze, emlékezni a feledhetetlenekre. Emlékezni, mert emlékezni és emlékeztetni kell. Csillag Barnabás szólt arról is, hogy a közelmúltban csodálatosan felújított 120 éves karcagi zsinagóga a pandémia alatt ugyan bezárta kapuit, jelenleg sem látogatható, de a hitközség folyamatosan dolgozik. Ünnepségünk után ismét nagy munkába vágunk, karcagi zsidó hitközség két kiemelt projektbe kezd. Az egyik projektben elkezdődik a zsinagóga kerítésének rekonstrukciója. A másik projektben pedig a karcagi zsidó temetőnek a felújítása és rendbetétele. Ha megemlékezésünk után körbe mennek itt a temetőben, akkor láthatják, hogy a munka már elkezdődött. Folyamatos a sírok gazdtalanítása, de most a sírkövekről is leszedésre fognak kerülni a felbújjánzott növényzetek. Folyik a temető katalogizálása és digitalizálása, megpróbáljuk az utókornak megmenteni ezt az értéket. És szeretnénk, reményeink szerint felújítani a mártír emlékművet is, de hát a tény az ugye, hogy a karcagi zsidó hitközség létszáma folyamatosan csökken, mára alig néhányan maradtunk csak itt. Ez a piciny közösség a lehetőségeihez mérten mindent elkövet, de az anyagi lehetőségeink végesek. Önök is láthatják és érzékelhetik, hogy nem kis feladatról van szó, ezért rendhagyó módon egy kis kéréssel fordulok itt önökhöz. Ezúton kérek minden karcagról elszármazott hittestvérünket, hogy adományaikkal, hozzájárulásukkal segítsék a temető rendbetételét és folyamatos gondozását. Őseink, felmenőitek ebben a temetőben nyugszanak. Ez erkölcsi és vallási kötelességeink is. Adományokat és hozzájárulásokat vezetőségünk nevében előre is köszönöm. A gyászszertartás után a jelenlévők az emlékműnél kavicsot helyeztek el, majd a zsinagóga előcsarnokában a kádis elmondása után gyertyát gyújtottak a karcagi áldozatok emlékére. Rókassapka, nudlisapka, sőt báránybőrből készült kézműves termékeket is lehetett vásárolni a kézművesek vásárában a Dériné előtti helyi termékek utcájában. Üdvözlöm Rónyai Lászlónét, itt vagyunk a Dériné előtti részen, ahol számos árus található. Ön mivel, milyen portékát kínál? Én alapvetőleg jó és báránybőrből dolgozok, van néhány rókasapkám, van egy nutriasapkám, amit elhoztam mintának. Általában írhabőrökkel dolgozunk, vannak, amik szőrme, van, aki bőrre van kikészítve. Ezekből a termékekből készítünk, ami régmúlt, nagyanyáink is ismerték mellényeket, kesztyűket, ami esetleg kicsit újabb, mint az régebbi időszakokban ezek a szobacipők, papucsaink, esetleg székpárnák, díszpárnák, ugye régebben általában a kabátokban gondolkodtunk, hogyha szőrmérül gondolkodtunk, vagy sapkába. Most már apró cikkeket is gyártunk. Én 1996-ban kezdtem a szakmát, mint főállás. Előtte a Kunszent Márton Pannonia szörmeüzemben dolgoztam, és elég sok tapasztalatot szereztünk abban, hogy mi az a termék, ami igazán vonza a vevőket, és hasznos a használata is, mert nem elég ugye a terméket előállítani, hanem bizony azt több évig tudja használni, és hát egy picit ezek olyan áruk, amik nem a legújabb divatok, de próbálunk azért néhány divatosabb árut is készíteni. Vannak itt esetleg olyan mellények, amik már nem az a hagyományos díszítéssel vannak kerekaljjal, ugyanúgy női férfi mellényben. Hogyan illeszkedik a birkafőző hangulatához, amit itt láthatunk? Hát én azt hiszem, hogy ez nagyon illeszkedne, hiszen a birkahúst megesszük, és ugye itt van az állatnak a bőre is, ami egy nagyon hasznos dolog, viszont még amikor megnyírják a birkát, még ugye a gyapjú is nagyon egy hasznos dolog, amiből készülnek a szép öltönyök, tehát akár fonalak, vagy bármi más termékek, bármit lehet ugye gyapjúból kötni. Én azt hiszem, hogy ez a birka egy leghasznosabb állat közé sorolhatjuk, a maga kis szerénységével.
A Kunhegyesi strand, a Szent István gyógyvízű fürdő a nyári szezonban rengeteg látogatót vonz a kikapcsolódási és pihenési lehetőségei miatt. A nagykunsági kisgyöngy szemet sokan választják pihenésül. A strand a város központjától másfél kilométerre, külterületen, a 34-es számú főútvonal és a vasút kereszteződésénél, Tiszafüred irányában jobbról van a Kunmadarasi úton. Területe 7,1 hektár, ebből a zöld terület 90%. A zöld területen mindenki megtalálhatja a neki pihenésre alkalmas helyet. A strandunk előnye, ami a hátránya is, hogy egy nyugodt strand, tehát általában ide feszültséget levezetni, pihenni jönnek a vendégek. Nincsenek élményelemek, amelyek ugye azt hoznák, hogy egy zsúfoltabb, jóval nagyobb létszámmal látogató strandunk lenne, nyugalom állad a strandból. A medencék környékén napozhatunk, a távolabbi füves terület labdázásra, játékra csábít. A bejárattól balra van a 100 egységes kabinsor és az újonnan épített női férfi öltöző. Előtte a 18x33 méteres felújított feszített víztükrű 28-30 fokos úszómedence. Kicsit távolabb található az újonnan épített 38 fokos termálmedence, melegített vízű strandmedence, melegített vízű pancsoló, mely medencék élményfürdő elemekkel lettek felszerelve. 1960-as években épült, 2007-ben felújított a mi strandunk. Van egy úszómedencénk, jelenleg 27 fok körül van a vize. Forgatott víz, gyermekmedencénk van, és egy pancsoló, illetve egy gyógyvízű medencénk, ami nagyon jó hatással van a mozgásszervekre, nő gyógyászati problémákra, de mindenképpen frissülés ebbe a nyári melegbe a Kunhegyesi strandra látogatni. Található még kispályás focipálya, valamint strandröplabdapálya is. Van strandröplabdapályán Kunhegyesen, elég nevezetes maga a strandröplabda, illetve a röplabda, és nem tudom, az most így a felvételen nem látszik hátul. Tehát szokott lenni országos strandröplabda bajnokság szervezése, és olyankor 7-800-an vannak, tehát egyébként a napi létszám, engedélyezett létszám az 945 fő, azt hiszem, de ez azért nem csak ilyen sport események során szokott előfordulni. A strandfürdő 2008. május 1-én nyitott meg. A fürdő vizét 998 méteres termálkút adja 56 fokos kifolyási hőmérséklettel, 250 literes percenkénti vízhozammal. Az 1000 méter mélyről feltörő jódos termálvíz reumás panaszok, megbetegedések kezelésére, nőgyógyászati betegségek, mozgásszervi panaszok gyógyítására ajánlott, de jótékonyan hat a fáradt idegekre is. A fürdő kellemes, csendes környezete kiválóan alkalmas a nyugodt kikapcsolódásra. Nyáron is fontos, hogy elég sokan adjanak vért, hiszen a véradás életet ment. Ennek érdekében a Magyar Vöröskereszt hétfőn tájékoztató kampányt indít a közösségi médiában, amelyhez televíziónk is csatlakozott. A nyár végéig a Magyar Vöröskereszt tájékoztató kampánnyal hívja fel a figyelmet az önkéntes segítségnyújtás fontosságára. A Facebookon és az Instagramon a legalapvetőbb tudnivalókat osztják meg a víradásról, letisztult és közérthető formában. A véreddel életet menthetsz nyáron is. Te adod? Című kampány üzenete, hogy a véradás nyáron is az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb módja a segítségnyújtásnak, valamint, hogy a vérkészlet biztosítása mindenki személyes felelőssége. Nyáron rendszerint csökken a véradási aktivitás, a megfelelő vérkészlet biztosításához azonban ilyenkor is legalább napi 1600-1800 véradó megjelenésére van szükség az országban. A cél az, hogy minél többen látogassanak el a segélyszervezet weboldalára. Ott válasszanak egy víradási helyszínt a kereső a www.vöröskereszt.hu/víradás segítségével, majd menjenek el vért adni.
Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A véradási helyszínek és időpontok, valamint a véradással kapcsolatos összes információ megtalálható az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján, valamint a Karcag Televízió média felületein. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!